Igen méltányos és igazságos dolog, hogy még a betegségek és a bánat fertőző, semmi sem terjed olyan járványszerű gyorsasággal, mint a nevetés és a jókedv. Ámen. Sziasztok és nagyon boldog karácsonyt mindenkinek! Én Keresztes Balázs vagyok, ez pedig a Négy Fal Között online olvasókör, ahol ebben az ünnepi adásban mi másról, mint a világirodalom leghíresebb karácsonyi történetéről, Charles Dickens karácsonyi énekéről lesz szó. A mai videót szeretném rövidre fogni, egyrészt azért, mert karácsony van, és remélhetőleg mindenkinek van jobb dolga, mint itt ülni és ezt a videót nézni. Másrészt azért, mert a mai olvasmányunk nem tartozik a világirodalom legbonyolultabb művei közé, és nem is igazából az benne a jó, hogy a végtelenség kellene elemezni, viszont ha már karácsony van, és ha már ilyenkor nagyon sokan a kezükbe veszik ezt a könyvet, úgy gondoltam, hogy én is megosztok vele kapcsolatban néhány gondolatot. Ahogy mondtam, ez egy rendhagyó adás, de közben meg nem is, mert tökéletesen beilleszkedik a Helikon zsebkönyves világirodalmi sorozatunkba, hogyha esetleg új vagy itt, és még nem láttad az első részt, amelyben Kafkának az átváltozásáról volt szó, akkor annak a videónak a linkjét beraktam ennek a videónak a leírásába. A karácsonyi éneket most én is a helikon zsebkönyvekben olvastam újra, Ilés Robert fordításában, és a következő videóban ezt a kötetet ki is fogom sorsolni. Úgyhogy, ha szeretnétek megnyerni, akkor nézzétek végig a videót, mert annak a végén fogom elmondani, hogy mit kell tennetek érte. Mielőtt belekezdenénk, szerettem volna jelezni, hogy a csatornán elértük az 1000 feliratkozót ami elég hihetetlennek tűnik számomra, tekintve, hogy itt világirodalmi klasszikusokról van szó, ráadásul elég hosszan. Úgyhogy szerettem volna megköszönni mindenkinek, aki feliratkozott és követi a műsort, ez tényleg nagyon sokat jelent nekem. Aki pedig még nincs feliratkozva, annak szerintem a szeretet ünnepénél nincs jobb alkalma arra, hogy pótolja ezt a hiányosságát. A karácsonyi ének minden idők leghíresebb és legkedveltebb karácsonyi története. Nincs még egy olyan könyv, amit ennél többet szoktak olvasni ebben az időszakban, leszámítva talán a Bibliának azokat a részeit, amelyek Jézus születését mesélik el. És tudom, hogy nagyon sokat szoktam dobálózni a mítoszi jelzővel, például amikor azt mondom, hogy a Rómeó és Júlia a szerelem, a magbet a bűntudat, vagy az öreghalász és a tenger az egyetemes küzdelemnek a mítosza, és lehet, hogy óvatosabban kellene bánnom ezzel a szóval, de az is biztos, hogy ha van a mai modern karácsonyunknak egy eredet mítosza, az mindenképpen Dickensnek a története. És ezért van az, hogy ezt a történetet még azok is ismerik, akik soha nem olvasták, mert számtalan filmfeldolgozás, átköltés vagy paródia készült belőle, és nagyon gyakori az is, hogy nagyon sok ügyeletes, nagy hollywoodi klasszikus karácsonyi film olyan elemekből építkezik, amelyek először ebben a regényben voltak leírva. A karácsonyének igazi szezonális klasszikus. Valójában már a megjelenése évében 1843-ban bestseller volt, és azóta is gyakorlatilag a viktoriánus kor óta vezeti a decemberi eladási és olvasási listákat. Ugyanúgy, ahogy a nagy vallások előírják, hogy milyen ünnepen, milyen szent szöveget kell feleleveníteni, és ugyanúgy, ahogy a karácsonyi szezonban újra és újra előkerülnek a már vált karácsonyi filmek, ez a regény is ebben az időszakban újra és újra előkerül. És ettől a karácsonyi ének olyan, mint hogyha maga is a kultúránknak egy rituális alapszövege lenne, amelyet fel kell elevenítenünk folyamatosan, akár úgy, hogy újraolvassuk, akár úgy, hogy megnézzük valamelyik filmfeldolgozását, vagy akár úgy, hogy megnézzük a színpadon. Annyira összefonódott magával a karácsonyal és ezzel az ünneppel, hogy ezekben az időszakokban azért nyúlunk hozzá, mert ez a könyv magyarázza nekünk a karácsony ünnepét, és azért a karácsony ünnepén nyúlunk hozzá ehhez a könyvhöz, mert az ünnep magyarázza nekünk magát a regényt. Ráadásul azt is érdemes tudni, hogy a karácsonyi ének nem csak magyarázza a karácsonyt, hanem alakítja is, mert a modern karácsonyi ünneplésnek nagyon sok olyan eleme van, amely itt jelenik meg először az irodalomban. Ez a könyv pont abban az átmeneti időben íródott, amikor a modern karácsonyi szokások még épp csak kialakulóban voltak. Az iparosodással egyre több ember vándorol a nagyvárosokba, ahol nincsenek meg azok a falusi közösségek, amelyekben a karácsony vallási szertartásait hagyományosan üvisték. Ebben az időszakban jön divatba például a karácsonyi üdvözlőlapok küldése, a karácsony állítása, vagy egyáltalán a karácsonyi dekoráció az örökzöldekkel és a fényekkel, meg összességében az is, hogy a karácsony ünneplése mindenek előtt családi összejövetelt jelent játékkal, énekkel és karácsonyi menüvel. Például a Merry Christmas kifejezés is ebben az időszakban terjed el, sokak szerint pont Dickens regényének köszönhetően. A karácsonyének tehát olyan, mintha egy kézikönyv vagy egy kódex lenne, amely rögzíti azokat a szokásokat, amelyek felépítik azt, amit ma modern karácsonynak nevezünk. Az, hogy a karácsonyének ekkora klasszikussá vált, az azért is meglepő, mert ez a könyv annak ellenére, hogy ma szép irodalomként vagy műalkotásként gondolunk rá, eredetileg érzékenyítő szövegnek, gyakorlatilag propagandának íródott. Ha mondjuk ismeritek Dickens olyan más műveit, mint a Twist Oliver, a David Copperfield, a Szép Remények vagy a Nehéz Idők, akkor ezen annyira nem lepődtök meg, mert Dickens híres arról, hogy minden története mögött ott van egy vállal társadalmi cél, ami nem más, mint az, hogy az olvasójának felhívja a figyelmét olyan problémákra, mint a gyerekmunka, a hajléktalanság, vagy a gyárak, a börtönök és az árvaházak embertelen környezete. Például közvetlenül a karácsonyének megírása előtt Dickens bejárta a nyugat-angliai bányavidéket, ahol a saját szemével látta a viktoriánus gyerekmunka szörnyűségeit és többször járt egy írástudatlan utca gyerekek számára létrehozott londoni iskolában is. Sokat elárul ennek a történetnek a keletkezéséről az a körülmény, hogy Dickens eredetileg egy politikai kiáltvány tervezett írni, válaszul egy 1843-as az angliai gyerek gyerekmunkáról szóló parlamenti jelentésre, és állítólag azért döntött a regényírás mellett, mert rájött, hogy így egy sokkal nagyobb olvasótábor tud elérni, és az üzenete sokkal erősebben fog majd hatni. De ez csak féligasság, mert a történetben legalább ekkora szerepe van a pénznek. Ugye a Dickens az a világirodalmi szerző, akinek az életművében a legszorosabban függ össze a piaci megfontolás, a szórakoztatás és a társadalmi üzenet. És a történet szerint Dickens, akinek ugye a történeteit a folyóiratok mindig folytatásokban közölték, az épp aktuálisan futó regénye az nem teljesített olyan jól, mint a korábbi művei. Ráadásul a felesége épp várandós volt az ötödik gyerekükkel, úgyhogy igencsak rászorult épp egy bestsellernek a megírására. A karácsonyének tehát egyszer egy szándékosan szórakoztató bestseller a karácsonyi szezonra, és egyszer egy olyan kiáltvány, amely a kor legaktuálisabb társadalmi problémáira hívja fel a figyelmet. Ugye Dickens volt az, és ez a regény volt az, ami azt mondta, hogy az rendben van, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, ez szép és jó, de én most majd megmutatom nektek, hogy kik azok, akik ténylegesen rászorulnak ennek a szeretetnek a konkrét megnyilvánulásaira. Azok, akik a kórházakban, az árvaházakban vagy a börtönökben tengődnek. És ezért összességében Dickensnek köszönhető, hogy a karácsony keresztény ünnepét összekötjük a modern értelemben vett jótékonykodással, Ugye ugyanúgy, ahogy Jézus a kezét nyújtotta a betegeknek és a szegényeknek, ugyanúgy a karácsonyének is arra emlékeztet minket, modern olvasókat, hogy mi is nyújtsuk ki a kezünket a minket körülvevő rászorulóknak. Ha már Jézus szülinapja van, vagy mi. Szóval, hogyha a ének legalább annyira akar tanítani, mint szórakoztatni, akkor nyugodtan nevezhetjük tanmesének, ugye az irodalomban legalábbis a prózairodalomban, hagyományosan az eposzokban, a mesékben vagy a regényekben, a történet tétje mindig az, hogy a főszereplő a kalandjai során milyen me megpróbáltatásokon megy keresztül, milyen leszkéket kap az élettől, és ezeken keresztül hogyan változik meg. De egy ilyen tanmesében ez a kaland az sokkal inkább egy belső spirituális utazásként jelenik meg. És Dickens nagyon jól tudja, hogy ha az ember egy olyan történetet ír, amelyben a főszereplőnek a tanulása és a megváltozása a tét, akkor ez a történet akkor lesz igazán hatásos, hogyha ez a főszereplő minél nagyobb fordulatot tesz meg. Tehát, hogyha a történet középpontjában a karácsony áll, akkor célszerű egy olyan szereplővel dolgozni, akitől a lehető legtávolabbá mindaz, amit a karácsony képvisel. És Dickens annyira jól csinálta, hogy Scrooge alakja gyakorlatilag önálló életre kelt, és azóta is szimbolikusan képviseli mindazt, ami szembe megy a karácsony értékeivel. Egy kuporgató, zsugorgató, mohó, kabzsi, pénzsóvár vénember. Kemény és éles, mint egy köszörűkő, amiből semmilyen acél nem csalt elő nagy lelkű szikrát. Zárkózott, magának való és társadalom, mint egy osztriga. A rideg keménységét mindenhova magával vitte. Kánikulában jégveremmé változtatta az irodáját, amit még a karácsony sem tudott felolvasztani. Szerintem sokan hallottátok már azt az érvet, hogy az oké, hogy a karácsony a szeretett ünnepe, de minek megünnepelni, miért nem csináljuk azt, hogy így viselkedünk az év összes többi napján. Most, aki általában így érvel, az utálja a karácsonyt, képmutatásnak tartja az egészet, és képtelen részt venni az ünneplésben. De általában azok az alakok, akik így érvelnek, azok az okoskodásukkal csak azt leplezik, hogy nem hogy az év összes többi napján, de egyetlen napig sem képesek ünnepien viselkedni. És ugyanez igaz Scrooge-ra is, aki ugyanúgy képtelen megélni az ünnepet, ugyanúgy, mint a róla mintázott amerikai mese alak, a Grinch. Amikor a történet elején Scrooge-hoz betoppan az unokaöccse és boldog karácsonyt kíván neki, akkor scrooge nek csak annyi a válasza, hogy karácsonyba bolondság, Őt ugyanúgy, mint mindenkit, aki képtelen megélni az ünnepet, mindenki irritálja, aki viszont igen, és ugyanúgy irítálja minden, ami a karácsonyra emlékeztet. A dalok, a díszek, a munkaszünet, de mindenek előtt másoknak a bárgyú boldogsága. És ez az alaphelyzet, hogy a főszereplő nem szereti az ünnepet és nem akar részt venni benne, az azóta is visszaköszön az összes Hollywoodi karácsonyi filmben. A télaputól a reszkesetek betörőkig. Ha valaki nem képes megélni az ünnepet, annak ez a nap is ugyanolyan, mint az összes többi. Ugye az angolok erre azt mondanák, hogy business as usual, és nem véletlenül használják az üzlet kifejezést. Az ünnep ugyanis szöges ellentétben áll azzal a modern, viktoriánus-kori biznisz szemlélettel, ami ekkoriban az ipari forradalmak idején alakul ki, és az a lényege, hogy az idő teljes mértékben a pénznek veti alá. És Scrooge aki ugyanúgy mindent pénzben mér, mint Molière-nek a fösvénye, és az összes filmes üzletember, aki ennek a típus karakternek a leszármazottja, ő is ezt képviseli. Boldog karácsony! Ugyan mi okod van boldognak lenni? Hiszen alig van pénzed. Boldog karácsony! Pokolba a boldog karácsonyjal. A karácsony csak arról szól, hogy fizetned kell a számlákat, de pénz nélkül megint egy évvel idősebb vagy, de egy órával sem vagy gazdagabb, és újra el kell könyvelned 12 veszteséges hónapot. Scrooge saját koordinátorrendszerében, rendszerében, amit az üzlet, a munkaóra, a bevétel kiadás irányít, az ünnepnapnak nincs helye, nem tudja beilleszteni ide, ezért a karácsonynak az összes eleme számára értelmezhetetlen anomáliaként jelenik meg. A jótékonykodás az felesleges kiadásként, a szünnap az bevételkiesésként, az évvégi visszatekintés vagy az évvégének a megünneplése pedig nem más számára, mint kényelmetlen könyvelés. Ha a Shakespeare sorozatban láttátok a videómat a velencei kalmáról, akkor beugorhat Shylocknak, a zsidó uzsorásnak az alakja, aki bizonyos értelemben Scrooge irodalom történeti elődje. Ugye a Shylock szemet szemért elvű morális kódexében ugyanúgy nincs helye a könyörületnek, ahogy scrooge a jótékonyságnak, vagy az együttérzésnek. Mindketten valami rajtuk kiváló szabályrendszerre hivatkoznak, ugye a törvény betűjére, amely anélkül is tökéletesen működtethető, hogy az ember azt ténylegesen átérezné és a magáévá tenné. És hogyha ilyen absztrakt szabályrendszerekre hivatkozunk, amelyeket nem erősítenek meg a saját belátásaink és az érzelmeink, akkor nagyon könnyen tudjuk hozzánk segítségért fordulókat, az adósok börtönébe, a szegényházba, vagy bármilyen más intézetbe irányítani. A történetnek tehát az a célja, hogy felélessze Scrooge-ban a mások iránt érzett rokonszenvet, amelyet már nem ismer, mert nem nyitotta meg a szívét mások iránt, és az üzlet, a számok és a határidők fájtlán keresztül már nem képes másokban felismerni az embert. Egy történet főhőse általában úgy tanul, hogy mindenféle nehézségen meg megpróbáltatásokon kell keresztül mennie, amelyek hatására megváltozik, de van egy olyan megoldás is, főleg a mítoszokban, a mondákban és a legendákban, hogy a főhős valamiféle túlvilági kinyilatkoztatás vagy csoda szemtanúja lesz, amelynek hatására megváltozik. Ugye Scrooge-al is ez történik, számára az ünnep is kizökkenti az időt, de nem csak abban a földhöz ragadt értelemben, hogy az ünnep bevételkiesést jelent számára, hanem abban az ősi hamleti értelemben is, hogy ilyenkor bújnak elő a szellemek. Ugye, ha láttátok a Shakespeare videókat, akkor emlékezhettek arra, hogy Hamlet apjának a szelleme, Magbet boszorkányai, vagy a Szent állam tündére tündérei is mind akkor jelennek meg, amikor valamilyen rendkívüli pillanat zajlik. De mit jelent ez a csoda? Hát azt, hogy az ember ilyenkor találkozik a természet felettivel, a szeme ilyenkor nyílik rá egy olyan tudásra, amit máskor nem szerezhetne meg. Scrooge karácsonyi kalandja is gyakorlatilag egy spirituális tudattágítás, amely során a kalauza a túlvilágról érkezik, és tudást ad át számára, és ugyanazt a szerepet töltik be, mint Dante vergilius a Faust Mephistója, vagy Ádám Lucifere az ember tragédiájából, de ugyanilyen, amikor az Élet csodaszép című filmben a főszereplőnek megjelenik a angyal a karácsonykor, vagy az Angyalok Amerikában története, ahol az ezeret forduló közelettével a főszereplő mindenféle angyalokat kezd látni. A karácsony szellemei ugyanígy vezetik végig Scrooge-ot teren és időn, és ugyanúgy szembesítik azzal, hogy ez a kis világ, amiben eddig élt, az valójában mennyire szűkös. Mivel pedig Scrooge, az üzletember, elsősorban a pénzből és az árfolyamokból ért, a szellemek a lehető legnagyobb inflációval szembesítik, azzal, hogy mit ér majd az ideje és a pénze a végső elszámoláskor, és mi a tényleges értéke attól függően, hogy arra használjuk, hogy másokon segítsünk vele, vagy csak arra, hogy magunknak tartalékoljuk, hogy aztán majd a halálunk után a sírrablók osztozkodjanak rajta. A szellemek azt a szerepet töltik be Scrooge életében, amit az ünnepek a miénkben. Kizökkentenek a mindennapokból, és teret engednek az emlékezésnek, a jövőbetekintésnek és a másokkal való találkozásnak. Más szóval létrehoznak egy olyan rendkívüli pillanatot, amelyben egy sokkal tágabb kontextusba helyezhetjük az összes döntésünket, és úgy mélyedhetünk magunkba és ez nem sokban különbözik attól, amit akkor élünk át, amikor az irodalommal találkozunk. Mert ha odafigyelünk, akkor egy szellemmel való találkozás, egy jó könyv elolvasása, vagy egy ünnep megélése, az nem hagy minket érintetlenül, és utána már sosem leszünk ugyanolyanok többé. Dickens tehát ezzel a könyvével azt akarta, hogy az olvasójában ugyanaz a változás menjen végbe, amelyen Scrooge ment keresztül a szellemekkel való találkozás során. A karácsony szelleme viszont az évféli harangszóra eltűnik, csak hogy jövőre újjá szülessen, ugyanúgy, ahogy a karácsonyi ének is évről évre újjá fog születni, amíg csak lesz karácsony. Ez volt tehát a mai nagyon rövid videó Dickens karácsonyi énekéről, ha még nem olvastátok, akkor szerintem tegyetek vele egy próbát, mert ez egy nagyon szép történet, amit szinte mindenki ismer, ráadásul nagyon rövid, és hogyha valamikor, akkor pont ebben a karácsonyi időszakban igazán érdemes kézbe venni, biztos, hogy van olyan jó, mint bármilyen rongyosra nézett karácsonyi film. Ha pedig olvastátok és szerettétek, akkor egyrészt szerintem érdemes újraolvasni, mert ez a történet nem igazán öregszik meg, másrészt, hogy csináljuk egy kis reklámot is neki, Érdemes kézbe venni Dickens nagyobb regényeit, vagy a Twist Oliver-t, a David Copperfield-et, vagy a Szép reményeket, mert ezek mind olyanok, mint a Romeo és Júlia, hogy egyrészt azt gondoljuk, hogy már kívülről fújjuk őket, meg láttunk már 25 filmfeldolgozást, de mégis érdemes olvasni könyvformában is, mert Dickens a világiradalom egyik legnagyobb mesélője, aki mindig tud meglepetést okozni. Ha pedig tetszett a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára, ha pedig szeretnétek megnyerni ezt a Helikon zsebkönyv kiadást, akkor osszátok meg ezt a videót Facebookon, és jelöljétek meg benne a négy fal között olvasókör oldalát. A búcsú a fegyverektől most nem fogom kisorsolni, mert ez a videó még csak egy hetes, és most amúgy sem tudnám feladni postán a könyvet az ünnepek alatt, úgyhogy csak mondom, hogy ez a nyereményjáték továbbra is él. Amit viszont be akartam hozni, az az, hogy az Élet és Irodalom ünnepi külön számában megjelent most egy cikkem, aminek az a címe, hogy Négy fal között, és Shakespeare-ről szól. Ezt csak azért mondom, mert nincs olyan, hogy Négy fal között merchandise, úgyhogy ha valaki szeretné magának ezt a számot, akkor idén még meg tudja venni az újságosoknál. Ha viszont csak el, akarja, el akarjátok olvasni, akkor ezt online is megtehetitek. És a linket beraktam a videónak a leírásába. És én ezzel búcsúzom is erre az évre, úgyhogy szeretném nagyon megköszönni mindenkinek, aki feliratkozott a csatornára, követte a műsort, vagy akár csak egyetlen videót is megnézett, és ugyanúgy köszönöm mindenkinek, aki üzent, kommentelt vagy megosztott. Az az igazság, hogy nekem egy év alatt sem lett kevésbé idegen ez az online világ, ahol az ember kitesz valamit a netre, és idegenek reagálnak rá. Úgyhogy mind a mai napig minden egyes reakció nagyon sokat jelent nekem, úgyhogy tényleg nagyon köszönöm. Jövőre pedig folytatjuk, úgyhogy addig is vigyázzatok magatokra, olvassatok, és maradjatok négy fal között. Boldog karácsonyt!